A szexhári kerekasztal beszélgetésen témát szolgáltatott többek között a 2023. július 1-én bevezetett MOHU hulladékkoncessziós rendszer ismertetése és ennek lehetséges hatása az illegális hulladék lerakásra. Én egy külön témáról, a szexhári sétapálcáról és a szexhári hulladékkommandóról fogok néhány szót szólni. Ezeknek az ötleteknek a megvalósításának az ötlete 3 évvel ezelőtt indult el, és hogy hol tart most ez a szerveződés, és mit kell lépni, vagy mit kéne lépni, vagy mit kéne csinálni ezzel kapcsolatban, hogy jobb legyen. A civil szerveződés lényege, hogy szexárd tisztább, életőbb legyen. A hulladékkommandó arról szól, hogy a illegális hulladék lerakókat feltárjuk, és egy olyan térképet csináltunk, egy digitális térképet, amilyen napra készen látszik, hogy hol, tehát a koordináták szerint hol, mekkora szemétkupac, milyen állapotú, milyen jellegű szemét van, tehát mindezt tudjuk. Hogy lehet ezt felszámolni, ez egy nagyon nagy kérdés. Itt tapogatózás van még, és jelentős előrelépés ebben a témában még nincs. A szervezet Szexárdon 123 olyan illegális hulladéklerakót tart nyilván, ami nagyobb, mint 1 köbméter, de van, amelyik a 40-50 köbmétert is eléri. És ami a legrosszabb, hogy a gyönyörű szexárdi szurdokainkba, ahol a szőlővidék van, oda viszik ki ezek az úri emberek a szemetet, és 70%-os lejtőkön, mély gödörben van ez, tehát alpinisták tudják majd csak felhozni, ha egyáltalán szóba kerül, vagy be lesz fedve az egész, be lesz takarva. Ezért kell feltárni, hogy van-e tényleg veszélyes hulladék, mert ezek inkább nem veszélyes hulladékok, hanem az a baj, hogy az unokáink is látni fogják. 1000 évig megmaradnak ezek a hulladékok. Gyurkovics János, Szexárd alpolgármestere úgy fogalmazott, szélmalomharcot vívnak az ügy kapcsán az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Bosszantó és felháborító a dolog, hogy a város több 10 millió forintot fordít, idézőjelben mondom, a felesleges tevékenységre, mert ha nem szemetelnénk, akkor nem volna mit összeszedni. Sajnos ott tartunk már, hogy fele szemetel, fele meg gyűjti a dolgokat. Tessék végigmenni a városon, és lehet látni, hogy a kályhák folyamatosan ürítve vannak, kezelve vannak, de mégis a kályhák környéke és a kályhák közötti területeken mindenféle mindennemű hulladék megtalálható. Ezek a problémák elkerülhetők lennének, ezáltal pénzt lehetne megspórolni. A másik dolog, amit meg kell említenem, hogy az illegális hulladék lerakása zárt kertekbe és a külterületeken. Megvan minden lehetőség, hogy szabályosan meg tudjunk szabadulni az általunk képződött hulladéktól, de most már szombaton is nyitva van a hulladékudvar. Lehetőséget biztosít azoknak az embereknek, akik hétközben dolgoznak és hétvégén tudják ezeket a munkálatokat elvégezni otthon, megvan a lehetőség arra, hogy folyamatosan le tudják adni. Az alpolgármester köszönetet mondott azon szexárdiaknak, akik a saját területükön mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a probléma kezelhető legyen.